Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Elkoptatott közhelynek tartom azt, hogy az E-osztály megjelenése, tehát a mindenkori Mercedes E-osztály megjelenése az egy esemény az autóiparban, de sajnos nincs rá jobb szó. Egyszerűen az, mert hát van S-osztály, ami hát nagyon sok érv szerint a világ mindenkori legjobb autója. Tényleg technológiában tulajdonképpen egy Rolls-Royce-nál is többet adnak. Van C-osztály, aminél igazából több, főleg már, ahogy ekkorára nőttek, nem kell. Mégis a Mercedes-ség lényegét, azt az igazi, vas szintjén megcsinált jó autóságot, azt az E-osztályban találjuk. Mindegy, hogy 123-asnak, 124-esnek, 210-esnek, vagy most arra éppen 214-esnek hívják, a Mercedes-ség origója, a mindennek a közepe, a mindennek az eredője, az az E-osztály. És most itt a 2023-as modellváltozat, ez csak egy gyors menet, próba, bízunk benne, hogy lesz majd belőle tesztautó, és ami nagyon érdekes, hogy egy alapváltozatot kaptunk, ez itt bizony egy 200-as. Egy 2 literes, 4 hengeres, turbós benzines, de azért itt sem szomorkodunk. Az nem meglepő, hogy az autók minden generációval nőnek. Most már milliméterekre vagyunk az 5 méteres méretosztálytól egy ilyen E-osztály. Most egész pontosan 4949 mm, de ami ennél is meghökkentőbb, hogy a tengelytáv az 2961 mm. Most, hogy képben legyünk, mert ez csak itt sok hangzatos szám, ez alig pár milliméterrel rövidebb csak, mint egy 140-es Bálna Mercinek a rövidebb tengelytávja. És azért, hogyha valaki odaáll egy 140-es Bálna Merci mellé ma, akkor azt azért még mindig elég beleges autónak érzi. Csomagterünk is van gazdagon, a mild hybrid modelleknél 540 liter, így szedán formában, viszont hogyha plug-in hybridet veszünk, akkor csak 370, feltehetően még mindig nem tudnak egy ekkora akkumulátort jól eldugni. Viszont hogyha már kombikról beszélünk, 640 literes lesz a mild hybrid csomagtér, nyilván áll felállított ülésekkel, és 460 literes a plug-in hybrid üléstér. És furcsának tűnhet, hogy miért emelem ki azt, hogy ekkorák a csomagterek plug-in és hagyományos hibrid hajtásláncoknál, mert az a helyzet, hogy nem lesz most már e-merci elektrifikáció nélkül, tehát nem tudsz belőle tisztán benzines vagy tisztán dízelt venni, mindig lesz egy villanymotor a rendszerben. És ami hát még esetleg így szomorúan hathat, hogy a modell bevezetésénél 6 hengeres motor sem lesz, tehát egészen az E400E-ig, a 4 hengeres motorokat használunk, nyilván hibrid rásegítéssel, és hogyha már a motoroknál tartunk, kifejezetten érdemes matek, mert már egy 200-as alapmodell is több mint 204 lóerős, és hát a nyomatéka is 300 volt Nm. De hogyha ez egy 200D lenne, akkor is 197 lóról és 440 Nm-ről indulunk. A skála másik vége az E400E, hát ott 252 lóerős a 4 hengeres, viszont van mellé egy rendes villanymotor is, így a rendszer teljesítmény az több mint 381 lóerő, ez már 5-3 alatt megfutja a 100-at, már hogyha fel van töltve az akkumulátor természetesen, és jár hozzá egy elég nagy akkumulátor, amivel azt ígérik nekünk, hogy hát VLTP szerint ilyen 95-100 kilométert meg tud majd tenni, tisztán elektromos az autó, ami hát nyilván annak tudható be, hogy 25,4 kWh az akkucsomagnak a kapacitása. Most a korai Ionicoknál ez egy nagyobb akkumulátorkapacitás, amit az autó meg fog kapni, elég tisztességes, viszont az, hogy így 100 kilométert ígérnek rá, az egy nagyobb fogyasztás sejtett, ami hát annak tudható be, hogy ezek már nehéz autók. Ez a 200-as mild hybrid alapváltozat, ez felszereltségtől függően azt hiszem 1825 kilóról indul, ugye ennél még tud nehezebb lenni, főleg, hogyha nagyobb motorokat, nagyobb hajtásláncokat kérünk bele, de 1825 kiló, mert hogy ugye a villanyautók nehezek, ugye? Egy E-merci, ez azért sok, és lesz amúgy 6 hengeres is, a benzinesről még nem nagyon tudni, most a modellbevezetésnél mindenképpen a 4 hengeresek lesznek előnyben, viszont érkezni fog belőle a 450D, a jó kis sorhatos turbodízel, ugye ilyet már vezettem S-osztályban, nagyon-nagyon finom volt. Ugye az E-merci platformja megfelel az S és a C-osztálynak is, tehát ez egy kevert struktúra, úgy hivatkoztak rá, hogy mixed, mert hogy vannak benne alumínium, acél, nagy szilárdságú acélelemek, és nagyon odafigyeltek a zajszigetelésre, szivacsal bélelt oszlopok,
mi egyéb, és ez az autó tényleg csendes. Most előbb itt autókáztunk vele Göbivel, és én vettem a kanyarokat ilyen 100-zal, 110-zel itt az egyek környéki szerpentineken, és nem éreztük azt, hogy lebillennénk az útról, nem éreztük azt, hogy kiesnénk az autóból, nem éreztünk. Teljesen nyugodt hangerővel beszélgettünk, miközben relatíve gyorsan autóztunk, és azért ezt még mindig zseniálisan tudja a Mercedes. Pár éve volt nálunk egy olyan Merci tesztautó az előző 213-as szériából, ami hát egy ilyen árérzékeny piacoknak szánt limitált kiadás volt, szintén a 2 literes turbomotorral, valószínűleg amúgy ugyanennek az elődjével, és az volt az egyik legjobb Mercedes tesztautó valaha, mert pont azzal, hogy lemesztelenítették róla a sok extrát, megmutatták azt, hogy mennyire zseniális autó ez a vas szintjén valójában. A ledes fényszóró most már alapáras, viszont van ugye a LED Matrix fényszóró, ami feláras, és ami még szintén feláras, a Mercedes online boltjából kell megvásárolni, azok a mindenféle kivetíthető ábrák, és itt nem Hello Kitty-re meg Spongebobra kell gondolni, hanem mindenféle biztonsági funkciókhoz tudsz rendelni, mit tudom én, hogyha gyalogos le akar lépni eléd, nem zebrán természetesen, akkor stop, hogyha átengednéd a gyalogost, akkor elévetít egy zebrát. Mi most már nagyon sok apró mikrotükörrel dolgozó rendszerekről beszélünk, kifejezetten komplex és látványos ábrákat tud vetíteni, és bár tudom, hogy az elsőre nagyon nagy baromságnak hangzik, de hogyha megnézitek azt, hogy tényleg vezetésbiztonsági szempontból mennyire hasznosak tudnak lenni ezek a kivetített ábrák, akár a többi közlekedőnek, akár gyalogosoknak, autósoknak, akkor ennek amúgy tényleg van értelme. Én csak azt nem értem, hogy miért kell ezt az interneten megvásárolni külön előfizetési csomagba, miért nem lehet egy feláras fényszóróhoz ezt alapból odaadni, mert tényleg a biztonság az ne kerüljön pénzbe, az, hogyha megveszem a drágább eszközt, az legyen benne. Amúgy, ami még itt van, Mercedes rács, ugye ezt sokat bírálták az IQS-ekben, EQS-ekben, kinek hogy tetszik, hogy egy üveglap mögé tették be ezeket a kis csillagokat. Én el vagyok vele, de megértem, aki azt mondja rá, hogy bazári, viszont így, hogy a rácshozat kapta meg, így sokkal jobban néz ki, bár meg lehet menni hagyományos rostéllyel is, és hát amiért a BMW-t annyit szoktuk zrikálni, a világító hűtőrács, az ide is megérkezett, bár nem két vese néz ránk vissza, hanem egy ilyen szolid, hát még egy kicsit el is bújtatták a króm mögé a LED síkot. Meg kell nézni majd este, én nem valószínűleg rendelnék ilyet az autómra, de elképzelhető, hogy ez mutatós lesz. És hogyha feláros dolgokról beszélünk, alapáron a futóművek adaptívak, a csillapításukat tekintve acélrugós futómű van az autókban változtatható csillapítással, felárasan viszont természetesen légrugó. Ugyanígy van hátsó kerékkormányzásunk, érhetünk az autóhoz, 4,5 fokot fordít, ezzel 90 centivel csökkenti a fordulókört. Ennek az autónak azért már kell, tehát ez nagy, és tényleg meghökkentően kis helyen meg tud fordulni. Látjátok ott a két kis villogó szenzort? Ez az a szenzor, ami a szemünket figyeli. Most éppen azért, hogy a háromdimenziós kijelző, amit természetesen a GoPro nem tud visszaadni, figyeli a retinánk pozícióját, és ezért mindig a retinánkhoz tudja igazítani a képet, tehát valós háromdimenziós képet látunk. Ez amúgy segíteni fog majd a mindenféle kiterjesztett valóság alapú eszközöknél, és tényleg nagyon sok mindenre figyel, tehát hogyha az utastársunk ott néz valamit, egy Netflix filmet vagy hasonlót azon a kijelzőn, és mi elfordítjuk a tekintetünket arra, akkor képes arra, hogy az utastársunk nem szakítja meg a képet, de úgy játszik a pixelekkel, hogy a sofőrülésből nem látszik, hogy mi történik azon a kijelzőn. Van további kamera ott fönt is, mégpedig azért, mert az autót most már felkészítik Skype, Google Meet, Zoom és egyéb ilyen vállalati online meeting platformokra, hogy azokra lehessen vele csatlakozni. Természetesen 5G kapcsolat van, és nekünk büszkén mesélték, hogy ehhez az autóhoz most már nem az ongorolak jár alapáron, amiért hát nagyon hálásak tudunk lenni, hanem nem ez a sávozott fabetét, hanem sávozás nélküli, de szintén rendkívül igényes és rendkívül szép fabetét. Viszont mivel benne van ez a hyperscreen jellegű kijelző, ezért mégis megvan az ongorolak, hiszen a kerete az egy ilyen fényes fekete felület, amin minden látszik. Ambient light, vagyis hát változtatható beltérvilágítás, ami elsőre egy kicsit parasztvakításnak tűnhet, de nagyon hasznos, tehát hogyha például indexelünk, vagy sávelhagyás történik, akkor ez itt pirosan világít, ezzel is a perifériás látásunkban, a perifériás látómezőben utalva arra, hogy ha hó, itt valami történik. Ugyanez igaz, hogyha mondjuk
hogyha mondjuk a holtérbe érkezik valaki előzésnél, nyilván ilyet már láttunk más autókban is, de ha egy járda mellett állsz ki, ahol mondjuk elhaladó forgalom van, bringás vagy ilyesmi, azt is tudja jelezni, és akkor neki jelez, hogy ne vigyék le az ajtódat. A Mercedesnek ezt a fajta MBUX vezérlőjét én annyira nem szeretem, az előző szériát a középső command vezérlővel jobban szerettem, de ettől függetlenül ez a kijelző átlátható, használható, és egyáltalán nem kellemetlen, és az előttünk lévő is természetesen mindenkinek konfigurálható, de mivel ezen a teszten nagyjából másfél óránk van, azért nyilván nem tudjuk az autó összes funkcióját kipróbálni. Amúgy a kamera nem csak arra figyel, hogy hova nézünk vezetés közben, hanem személyazonosításra is alkalmas, és ha már személyazonosítás, akkor ebben az autóban is most már lesz digitális kulcs, tehát iPhone 11-től fölfelé és Apple Watch 6-tól felfelé nem lesz szükség arra. Hopp, hallottátok, behúzták magukat az ajtókilincsek. Felesleges hülyeségnek tűnhet, de légelemelés és zajcsökkentő. Itt már 0,23 a CV érték, ennél nagyon lejjebb nem lehet menni egy szedánnál, csak nagyon-nagyon nagy küzdések árán. Minden esetre én azt gondolom, hogy a Mercedes legnagyobb problémája, mint a legtöbb konvencionális autógyártónak, az az, hogy öregszik a vásárlóközönségük. Tehát, hogyha 30 évvel akartak neked adni egy E-Mercit, akkor azzal adták el, hogy milyen frankó motorok vannak benne. Tényleg megnéztük mondjuk, hogy a 124-esnek vagy a 210-esnek hányféle motorja volt. Tényleg nagyjából a München közepi taxiüzemtől kezdve az 5-5-ös V8-asig minden. Tehát a leggyengébb és a legerősebb motorok között volt több mint 300 lóerő. Most viszont ez majd, hogy nem érdektelenné vált. Itt van egy 4-hengeres dízel, egy 4-hengeres benzines. Oké, később lesz 6-hengeres dízel és 6-hengeres benzines is, de nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy legyen benne kamera, legyen benne Angry Birds, legyen benne TikTok, ami hát egy kicsit kétségbe esett próbálkozásnak tűnik a fiatalok megragadására, mert viszont az tény és való, hogy ettől eltekintve az autó műszaki színvonala még mindig erősen megkérdőjelezhetetlen. Akkor először beleültem az autóba, egy kicsit meglepett, hogy milyen kemény hangja van a motornak, aztán mindig emlékeztetnem kell magam fejben arra, hogy hát igen, hidegen ezek a közvetlen befecskendezéses benzinmotorok azért tudnak keményen járni, tényleg még úgy is hajlamosak ketyegni, mint a dízelek. De ahogy bemelegszik és elkezdünk vele autózni, ez így eltűnik. Biztos vagyok benne, hogy vagy valamiféle zajkioltás, vagy valami utastérbe berezgetett műhang természetesen van, de ez egy belső égésű autó, hogyha nagyon halkat szeretnék, akkor veszünk belőle elektromos könyörgöm. Ami viszont egy zavaró hang, és erről megint a Brüsszel tehet, hogy ha átlépjük a megengedett sebességet, akkor az autó pítyog össze-vissza. Tényleg, tehát most itt 90 a megengedett, itt egy kicsit rápöccintek. Hopp, átlépjük a 90-et. Na és most nem pittyog. Na, ez szuper, de figyeld, itt a 40-es tábla, ráesünk a 40-es táblára 90-nál, érzékeli. Bam, bam, és nem lehet kikapcsolni, ez kötelező. Amúgy az arab országokban, ez tudomásom szerint évtizedek óta van, pedig nem is tudom, ott az emberek inger küszöbe talán magasabb, alacsonyabb, nem is lényeg. Ez egy remek autó. Tényleg, ahogy siklik, amennyire csendes, amilyen kényelmi kiegészítőket és szolgáltatásokat kínál, fantasztikus. Viszont az ezzel az egésszel a bajom, hogy régen, hogyha beleültél egy új Mercedesbe, akkor azt érezted, hogy ez az autó valami olyat tud, amit az iparban más nem. Ezt oké, ma ezt még egy S-osztály is tudja, de hát ugye az S-osztálynak ez a dolga, hogy megmutassa azt, hogy mire képes az autóipar, hogyha igazán akar. Viszont régen ezt egy E-osztályban is érezni lehetett. Beültél egy E-osztályba, és nagyon jól körvonalazhatóan meg tudtad mondani, hogy miért jobb autó, mint egy 5-ös BMW. És most itt ülök ebben az aktuális E-merciben, és nem érzem azt, hogy fejbe verne Mercedes-es felsőbbrendűség, és ezt most légy, ne rosszul értsétek, mert tényleg, hogyha egy Mercit vezettél újkorában, akkor mindig nagyon határozottan rá tudtál mutatni, hogy miért az a jó autó a kategóriájában. És ebbe azért valószínűleg egy picit belejátszik az is, amit itt előbb Göbivel beszélgettünk, Göbi vetette fel, hogy egész egyszerűen kész vannak az autók. Tehát akár egy okostelefonnál. Nőnek még a pixelek számai, lehet, hogy egy kicsit jobb lesz a kijelző, ügyesebb a kamera, dolgozik az AI, mit tudom én, kap még 5 processzor magot a meglévő 30 mellé.
de hogy összességében, amit az átlagember akar egy telefontra, az ma úgy megvan. Most az autónál is valami ilyesmi a helyzet, hogy amit egy átlagember akar az autótól, az kész. Nyilván vannak professzionális felhasználók, üzletemberek, akiknek minden perce forintosítható, és nekik nagyon fontos, hogy legyen Skype, meg Zoom az autóban, meg hasonlók, de ezektől eltekintve nem tudnám megmondani, hogy miért akarnék egy E-osztályt venni egy 5-ös BMW helyett. És nem azért, mert rossz az autó, csak mert mostanra nem találok egy olyan kiemelkedő kapaszkodót, amire rá tudok mutatni. Szép ez a kijelző, gyönyörű igényes ez a fa. Fantasztikus, ahogy siklik ez az autó. És ezek az autók még acélrugóval is úgy futnak, de úgy, hogy nem hiszed el, a légrugóval meg aztán végképp. Szó volt arról, hogy a Mercedesnek mennyire sokat jelent a közepes szedán, és szándékosan hívom közepes szedánnak, hiszen az E-osztályt nem mindig hívták E-osztálynak, de a kategória az már ugye a 60-as évek óta velünk van, sőt régebben. Itt van például ez a 110-es, ebben már erősen benne van Barényi Béla keze, ez volt az első Mercedes, amin törésteszteket, valódi törésteszteket végeztek azért, hogy még biztonságosabb lehessen. A közvetlen utána az állólámpa, ugye egy kupé, nézzétek ezt a tetővonalat, mennyire zseniális, 114-115, ugye ez a modellváltozatok, ez 68-tól készült, és ugye itt már volt négy tárcsafék, szilemblokkos futómű, de hogyha már a futóműről beszélünk, azt érdekes módon vitték tovább a 123-asba, ez ugye a fekvő lámpa, mert az volt az álló lámpa, ez egy ilyen féloldalasan megvezetett háromszög lengőkar, haránt lengőkar, semi-trailing arm, viszont az első futóművét teljesen átdolgozták. Nekem ez az első Mercedes élménye, mert amikor én megszülettem apukám, 91-ben egy öreg 300-as dízel 123-assal járt. Nem nagyon sok emlékem van róla, de akkor is ez volt a bölcsöm, átvitt értelemben is, meg tényleg, mert úgy ingatott. Aztán a 124. Nekem ez a kedvenc autóm, ha valaki megkérdezi, ami talán annak tudható be, hogy az évek során volt otthon 6 vagy 7 darab. 200-as benzinesek, dízelek, 300-asok, egyszer befigyelt egy AMG is, de nyilván ennyire menő, mint ez egyik sem volt, ez ugyanis egy 500-as, az E500, ami hát nem egy élelmiszeripari segédanyag, hanem az AMG korszak előtti utolsó zsiványmerci, 5 literes V8-as 320 pár lóerővel, és ugye mindig mondjuk, hogy ezt a Porsche fejlesztette, semmi köze hozzá a Porsche-nek, a Porsche le volt csövesedve, bérgyártást végzett a Mercedesnek, egyetlen egy Porsche alkatrész van benne, a hátra szerelt akkumulátornak a fedője, egy ilyen kis műanyag darab, azonban Porsche logó, ez amúgy egy Mercedes fejlesztésű Mercedes, amit a Mercedesnek nem volt kapacitása összerakni. Mellette egy 210-es, az első modern Merci. Ja, hogyha már a futóművekről beszélünk, a 23-as még féloldalasan megvezetett háromszöglengőkar, itt viszont már bejött az ötkarú, a Multilink, ami aztán végig kíséri a teljes sorozatot, nem mellesleg iparági standard lett, tehát átvette a Lexus, a BMW, a mindenki. Itt a 210-es, az első modern Merci, ez itt például egy E50 AMG, szintén 5 literes V8-as. Ez hát a Mercedesnek, a szégyenfolt talán nem jó szó, bár volt egy nagyon durva minőségi visszaesés, de leginkább a pokoli korróziós problémákról emlékeznek erre az autóra, ugyanis használni kezdtek egy olyan új környezetbarát festéket, amiben egy penészgomba megtelepedett, és emiatt nagyon hamar rozsdásodásnak tudott indulni, nem a penészgomba miatt, hanem hogy ugye pőre lett a lemez, lement róla a felületkezelés. Garancia időn belül is egészen katasztrofális átrozsdásodási problémákkal rendelkezett. De ha megnézitek, ez az autó azért érdekes, mert hogy a 124-est Bruno Sacco nagyon keskenyre tervezte, hiszen ez az üzemanyag válságnak az autója. Ez nagyon áramvonalas tudott lenni, jó a légellenállási együtthatója, hiszen keskeny, tekítsünk el attól, ez most egy 500-as szélesített sárvédőkkel, maga a kaszni az nagyon kis vékonyka, emiatt belül nem nagyon volt tágas, alig volt tágasabb, mint az egy mérettel kisebb 190-es. Ezzel szemben a 210-es egy sokkal, de sokkal tágasabb autó. És bár igen, nagyon komoly minőségi problémák voltak, a belekerült fejlesztések, a futóműhangolása, minden egyéb, az tagadhatatlanul Mercedes volt. És innen azért jó rohadt nagyot sikerült menteni a 211-essel. Tovább vitte a dupla kereklámpás elrendezést, de ez itt már sokkal harmonikusabb, sokkal szebb, hogyha megnézzük a mindenféle vevőelégedettségi listákat, meg statisztikákat, ez egy minden tekintetben jobb autó. Tartósabb, minőségibb, kevésbé hajlamos rozsdásodni,
Nyilván ez is tud, hogyha meg volt törve, de ez minden tekintetben egy jobb autó, mint az elődje. Ez most éppen egy Elegance, természetesen benzines, légrugós. Hát igen, ebbe azért én így ma is bele lehet rakódni. Itt egy 212, elhagyták a kereklámpát és visszatértek a szögletes dizájnhoz. Kiskerekes Blue Efficiency szövetülés, ellenben valószínűleg nagyon-nagyon kényelmes és kéziváltós. Itt érezni némi kis visszautalásokat a 124-esre, ha megnézitek a műszerfalat, és olyan kis szögletes burkolatú, meg egyebek. És hát nyilván kombi, azaz, bocsánat, T-modell, ami hát megvan a merci, az kombi, bocsánat. Nem tudnék egyértelműen rábökni arra, hogy miért kiemelkedő ez az autó, pedig régen ezt a Mercedes tudta. Ne értsetek félre, ha most egy 5-ös BMW-ben ülnék, ugyanígy azt mondanám, hogy nem tudnám, hogy miért kéne azt a BMW-t megvennem a Merci helyett, pedig régen hát meg tudtam volna. Eltűntek a különbségek. Nem nagyon lehet már hova menni tovább. Tehát a belső égésű motornak a hatásfokán lehetne javítani nagyon-nagyon nagy erőfeszítések árán nagyon-nagyon minimálisat. Valami hasonló a helyzet a légellenállással. Lehetne faragni a légellenálláson, de akkor az autó már végképp úgy néz neki, mint egy földrejtett gyúrmadarab. Amúgy most ott vannak az előző E-osztály generációk, illetve azok az autók, amik nem is hívtak E-osztálynak, és ott azok markáns autók. Meg tudod mondani, hogy melyik el tudod helyezni évtizedre, melyik onnan származott. Most, hogy a légellenállás csökkentése miatt, meg a mindenféle biztonsági előírások miatt, ezeknél az autóknál eltűnt ez a markánság, és igazából ezt felróni neki szerintem nem szabad. Mármint miért tenném? Az, hogy jó a légellenállása, emiatt csendes és takarékos, az egy fantasztikus dolog. Most, hogy kevésbé néz ki miatta jól, hát ilyen az élet. És tényleg egy mérnök célja az, hogy az új generáció az mindig jobb, hatékonyabb, csendesebb, erősebb, takarékosabb. Tehát, hogy minden paraméterében jól legyen, ezt nem rohatjuk föl neki. Az viszont ahhoz vezet, hogy az autóink ugyanúgy néznek ki. Tényleg. Ugyanúgy néznek ki, ugyanolyan őket vezetni, ugyanazokat az extrákat kapod meg, ami egy autókedvelő embert elszomorít, ha viszont valaki közlekedési eszközt keres, akkor sosem járt még ilyen jól. És ezt nagyon fontos ketté választani. A közlekedést és az autóvezetést. A kettő nem ugyanaz. Az autóvezetés, amit azért csinálsz, mert szórakoztat, a közlekedést, azt azért csinálod, mert muszáj. És itt a 213-as most kifutó példány, ebben már minden benne van, amire egy embernek szüksége lehet egy autóba, viszonylag gyakran ülök ilyenbe. Azért ez még mindig egy remek autó. Akárhogy is, amit az elején mondtam, mindegy, hogy az újakat nézed, mindegy, hogy a régieket nézed, a Mercedes-ség közepe, ha meg akarod érteni, hogy miről szól a Mercedes, akkor bele kell ülnöd egy E-osztályba, vagy egy 124-esbe, egy 123-asba, egy 116-osba, vagy egy 110-esbe. A lényeg mindegyikben benne lesz.